baj, Shader Reflection-nel nagyjából próbáltam pótolni. Miután ugyanaz a koncepció, mint az UDS 3, csak az elejétől kezdve úgy írom, meg sokkal gyorsabb, rengeteg tapasztalatot bele tudtam rakni. DirectX 11, FX-hack, Shader Reflection, az MFC-t kibővítettem ezzel a Direct 2D nevű dologgal, ami nagyjából a Direct 3D 11-en egy flapper, de inkább az ilyen 2D vonalhúzásokra, meg SVG-szerű cuccokra készült rá. Sokkal kevésbé plugin alapú, mert elegem volt abban, hogy minden pluginban kellett meg, és rohadt kényelmetlen volt. Az SVG maradt, a bass DLL-re cseréltem saját audióra. Most már bármilyen paraméterem van, nem csak flow, tehát stringet is tudok animálni, mit tudom én. És mivel az úgy érjelni, hogy...